Én nem akarok nem autista lenni. Nem akart hazajönni? Akkor úgy érzte, mintha eltaszított volna. Nem volt ideírva a homlokára, hogy veszélyes szociopata gyilkos vagyok. Határozottan visszautasítom, hogy az öngyilkosság gyáva dolog lenne. Hát kurvára nem az. Gyilkos természetem volt. Én lehet, hogy csak azért akartam találkozni Istennel, hogy megverjem. Kiderül, hogy zsidó vagyok. Akkor velem kezdenéd, hogy engem lőnél agyon, vagy hogy? Mert mondom, akkor ez a fair. Én tök szeretem a kezeimet. Rögtön kitűnök valamivel, és tök szeretek nem átlag lenni. Mellkastól lefelé nem érzem a testem. Nem tud orgazmusom lenni. Azért vágtam kést a kezembe. Mert ez a valaki, aki ott van bennem és dühöng, ez a valaki gyenge. Volt, hogy megkaptam, hogy hát, milyen férfi vagy te, hogy nem tudsz gyereket csinálni, mindenki tud. Én gyereket nem szeretnék. És gyakorlatilag eljutottam odáig, hogy akkor legyen sterilizáció. Engem fizikailag is bántalmazott. Pofon, ilyen hajszakatás. Mindig ő fürdetett meg, állandóan belenyúlt, állandóan vizsgálgatta ott, hogy milyen nekem, vagy mi van ott. Én emiatt, a trauma miatt még 43 évesen is szenvedek. Attila, itt lettél öngyilkos? Azt mondja, máshol öngyilkold meg magad. Visszatérni úgy a valóságba, hogy nem maradt életem, nincsen ahhoz fogható. Kattant bennem valami, hogy most kell becsapni azt az ajtót, és ide vissza nem nézni. Erőszakban leélni egy életet szerintem nem lehet. Aki egy lelket megment, a világot megmenti.